keveset szedsz, rendben, egy husitát, és ha ízlik, akkor jössz vissza, és megint szedsz magadnak. Úgy viszont, ügyes. Vele. Mit fogsz hozzá követed? A tanárnénik segítik éppen az elsősöket az ebédlőben. A nyíregyházi kertvárosi általános iskolában ugyanis még a legkisebbek is maguknak szedhetik az ételt. A lényeg, hogy csak annyit szedjenek, amennyit meg is esznek. Az intézményben a tanév második felétől működik a svédasztalos, vagy más néven szabadszedéses tálalási rend. Régóta lédegetett álmunk, hogy az étkezésünk megújuljon intézményünkben. Boldogan csatlakoztunk a Supermensa programhoz, melynek lényege, hogy nagy szlogánja, hogy minden gyermek lakjon jól. Minden gyermek kettő menü közül választhat, és annyiszor repetálhat, ahányszor csak szeretne. Ezzel a legfontosabb célunk az, hogy ökoiskolaként minél kevesebb ételhulladékot termeljünk, illetve a szülők válláról szeretnénk a terhet levenni azzal, hogy egészséges, jó minőségű és változatos ételeket kínáljunk a gyermekek számára. A menü is pazar. Most éppen a paradicsomleves mellé rántott csirkemell bulgurral és húsos rakott penne is választható főételként. Akinek egyik fogás sem tetszik, vajas kenyeret is fogyaszthat zöldséggel. Az új szabadszedéses rendszer és az ízletes ételek a gyerekek tetszését is elnyerték. Nagyon tetszik, ugyanis nincsen annyi pazarlás, mint régen volt, és mind a két menü mindig finom. Sokkal jobb. Azért, mert így jól lakok, és otthon nem kell azonnal lennem, ahogy hazamegyek. Régebben még nekünk szedték a kaját, most pedig magunknak szedjük. És ez tetszik neked? Igen. Miért? Mert nem kell várni sokat, hogy kiszedjék még. A visszajelzések nem csak a gyerekek, a szülők részéről is pozitívak. Ezt a számok is alátámasztják, hiszen egyre több tanuló eszik az iskola menzáján. Az iskolánkban 562 diák jár, ebből több mint 400 gyerek ebédel, és az utóbbi időben több mint 70-80-nal megnőtt az ebédelők száma. A szabadszedéses tálalási rend egyik legfontosabb célja a szemléletformálás. Az, hogy a gyerekek is tisztában legyenek az élelmiszerpazarlás hatásaival, és azzal, hogy hogyan tehetnek ellene. Az ebédlő előtt álló táblán éppen ezért folyamatosan nyomon követhetik azt is, hogy az előző napi étkezésekből mennyi került a szemétbe. A számok itt is beszédesek. Az iskolában ugyanis a tesztüzem óta jelentősen, legalább harmadával csökkent az ételhulladék mennyisége.